Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ha visszagondolunk az elmúlt napok olimpiájára, akkor jól látszik az az összefüggés, hogy amikor a rendszerváltás megtörtént, a rendszerváltás horoszkópja, amit ide mellékelek most, emlékeztetőül, bár már többször vetítettük, tehát a rendszerváltás horoszkópjában a Szaturnusz és a Neptunusz, valamint az Uránusz ott áll az aszcendens környékén, pontosabban az aszcendensen áll maga a Szaturnusz és a Neptunusz, és a Jupiter pedig szembe áll vele. Tehát magyarul egy Jupiter-Neptun opozícióban jött létre a rendszerváltás, és ez egy uralmi Szaturnusz, tehát a bakban van, és egy emelt Jupiter, tehát a rákban van, a deszcendensen. Viszont nekem van egy fixa ideám, hogy valójában az eredeti Magyarország, tehát például mondjuk Szent István királysága, az nagy valószínűséggel egy ilyen vegyes történet, tehát hogy a bak és a nyilas, tehát hogy ez szerintem többször visszatér az életünkbe. Az nem kérdés, hogy a székelyek azok echte magyarok, viszont a székelység is a bak analógiával kapcsolható össze. Tehát, hogy több ilyen analógiát lehet észrevenni a saját viselkedésünkben. Tehát a bakság is megjelenik, meg a nyilasság is megjelenik. És ugye most egy Szaturnusz-Jupiter kvadrát van, tehát ez azt jelenti, hogy valójában, ha ránézünk erre a rendszerváltó horoszkópra, akkor jól látszik, hogy ez a Szaturnusz-Jupiter opozíció kapcsolódik a kettes házunkkal. Tehát állandó, tehát amíg valami nagyon új dolog nem születik, addig a pénzügyi helyzetünkkel rendszeresen vannak kilengések, komoly kilengések. És miután itt a Szaturnusz-Jupiter kvadrát az elkezdődött, illetve most is folyamatában van, és ugyanezt el lehet mondani még a jövő nyárra is, tehát ismétlődik a kvadrát, illetve folyamatában elkezdődik, és tart, ameddig a kvadrát tart. Tehát az ország egy nagyon nehéz gazdasági helyzetbe került, és ez a nagyon nehéz gazdasági helyzet, ez természetesen mindannyiunkra kihat. Ezt valahol érzik az emberek, vagy az emberek egy jelentős része érzi, hiszen kimutatható, hogy az emberek félre raknak, tehát tartalékolnak, vagyis ez azt jelenti, hogy gondolnak a nehezebb napokra. És ezt jól teszik, hiszen valójában az ország, még egyszer mondom, egy nehéz helyzetben van. Ha ránézünk erre a horoszkópra, akkor látjuk, hogy a Jupiter, ami szemben áll a deszcendensen, az a 12-es háznak az ura. Tehát nyilasban van a 12-es ház, tehát igazából véve egyrészt nagyon komoly ellenségek vannak, titkos ellenségek a saját sorainkban. Másrészt jelentős az a külföldi befolyás, amivel meg akarnak minket, ha úgy tetszik, nem használnám azt a szót, hogy nyomorítani, mert igazából véve be akarnak minket állítani a sorba. Nem tetszik ez a magyar
szabadság eszmény, nem tetszik ez a, ez a magyar virtus, ami azért mindig is ott volt bennünk, és bennünk is lesz, tehát a fejük tetejére állnak. A magyarban van egy ilyen, és olimpia ide, olimpia oda, az összes disznóság ellenére, mert az nem kérdés, hogy rengeteg disznóság volt benne, rengeteg törvénytelenség, szabálytalanság, borzasztó sok minden volt. Ennek ellenére 6 aranyéremmel és további 7 ezüsttel és 6 bronzzal és számtalan pontszámmal, hiszen a 4.-től a 6. helyig az pontot is ért, tehát kérem szépen, 14-ek vagyunk az éremtáblázatban. Ez is zavarja a világ vezető köreit, mert itt van ez a kicsi ország, honnan a fenéből van ezeknek ilyen elképesztő tehetségük, képességük. Tehát majd szétrobb, el tudom képzelni, hogy, hogy milyen, milyen őrületes gondot okozunk. Mert az, hogy egy hatalmas népességű Kína vezeti az éremtáblázatot, vagy Amerika, ahol, ahol van pénz és minden, ami, és itt a pénztelenség és minden ellenére van szorgalom, van kitartás, van befektetett energia, és a végén vannak eredmények. Még ha több is lehetett volna, mert szerintem a 10 aranyérem az benne volt ebbe az olimpiába, hát nem kaptuk meg. De ha azt mondjuk, hogy mi vagyunk 10 millióan, és kaptunk 6 aranyérmet, tessék belegondolni, hogy hányan vannak a kínaiak. Tehát igazából véve a lakosság számarányát tekintve megnyertük az olimpiát. Tehát itt nyugodtan mondhatjuk, hogy valójában ismét, tehát az olimpia egyrészt meggyőz minket arról, hogy abszolút jogunk van hinni önmagunkban. Abszolút. Tehát elképesztőek vagyunk, elképesztő tehetségesek, elképesztő szorgalmasak. Tehát fantasztikus egy nép vagyunk. Ezt nem azért mondom, hogy most nyaljam az ego hátsóját, tehát nem erről van szó. Hanem éppen azért, hogy legalább annyi önbizalmunk legyen, mint másnak. Tehát egy nagyon jó példa erre a tekvandós lány, akiből sugárzik az önbizalom, de Spanyolországban született, és más alapnevelésben nőtt fel. Ez a nagy probléma. Mi meg az 500 éves Mohács óta ugye állandóan csak a földre zuhantunk. Az a nagy baj, hogy ugye, és ezért is gondolom ezt a baknyilas kettősséget ebben az országban, hogy ahogy egy kicsit felemeljük a fejünket és kihúzzuk magunkat, tehát másképp kéne kihúzni magunkat. Tehát nem egoista módon kéne kihúzni magunkat, mert az csak azt jelenti, hogy büszkék vagyunk a nagy arcunkra, és akkor utána megint a földre fogunk esni. Tehát rossz helyen fogtuk eddig meg. El kell fogadni, hogy az elmúlt 1000 évben nem jól fogtuk meg ezt a kérdést. El kell veszíteni ezt a nagy egót. Ez egyértelmű. Tehát itt el kell mennünk a keleti bölcselet irányába, és el kell veszítenünk a nagy egónkat. A nyilasnak nehéz, mert ugye tüzes jel, itt van a három nagy ego dúsulásos jel, a kos, az oroszlán és a nyilas. És mi nyilasok vagyunk. Fene egye meg, na. Nem azt, hogy nyilasok vagyunk, hanem hogy ezt az ego dúsulást még nem hagytuk el. Tehát ezt kellene háttérbe helyezni,
És akkor persze felmerül a kérdés a kedves nézőkben, na jó, de akkor mire helyezzük a fókuszt? Hát az Istenre, hát ki másra, a teremtésre, a mindenségre, az univerzumra, valamire, ami följebb van, mint mi, valamire, ami nagyobb, mint mi. De eltekintve, hogy itt filozofálgatok, a lényeg, amiért ide ültem, az az, hogy gazdaságilag egy nagyon nehéz szakaszban vagyunk, és szó nincs róla, hogy már kilábalunk belőle, sőt, én azt gondolom, hogy nem úgy kilábalunk, még beljebb megyünk. Tehát egy nehéz helyzet, nehéz szakasz. Ilyenkor pedig mit csinál az ember? Felkészül a várható nehézségekre, összeszedi magát, tehát szedjük össze magunkat, ezért csináltam ezt a videót, hogy erőt sugározzak önökbe, hogy most erre van. Tehát hagyjuk ezt a izét, hogy miért rossz a forint, meg miért rossz a gazdaság szerkezete, meg mindenféle hülyeséget mondunk. Könyörgöm. Próbáljuk már észrevenni, hogy valójában az elmúlt évtizedekben, de nyugodtan mondhatjuk az évszázadokat, az úgynevezett háttérhatalom mindent elkövet azért, hogy ne hagyja jól élni az egyszerű plebszet, az egyszerű embereket. Tehát itt nem az van, mint a német közmondásban, hogy leben und leben lassen, élni és élni hagyni. Szó nincs róla. Minél nagyobb profithalmozást létrehozni és leuralni őket, mert ezek nem tudják, hogy mit akarnak. És akkor felmerül a kérdés, hogy ezeket miért nem bünteti meg az Isten, ugye? Az a helyzet, hogy ez egy kísérleti műhely, az Isten nem büntet meg senkit. Ezt most lehet azt mondani, jó, nekem az ilyen Isten nem tetszik. Hát oké, lehet ilyeneket mondani, de a lényeg az nem ez. A lényeg az, hogy mindenkinek magának kell a saját megváltását megoldani. Tehát van egy kegyelem, az nyilvánvaló, van egy üdvtörténet, az is nyilvánvaló, de mindenkinek saját magának kell ebből az úgynevezett hamis tudatból, vagy májából, ahogy a hinduk mondják, a való tudatra, az egység tudatba belemenni. És más megoldás nincs. Addig csak taszigáljuk a problémát jobbra, balra, te okozta. Eleve ott kezdődik, hogy az első lépés, hogy abba kell hagyni a kivetítést. Persze most mondhatják, hogy a háttérhatalom, de az igazság, hogy ez nem kivetítés, hanem megfigyelés. Tehát amikor arról szól a történet, hogy lehet, hát tessék megnézni, hogy mit csináltak mondjuk 100 évvel ezelőtt, egészen pontosan 1900, azt hiszem 11 vagy 13-ban. Hát azóta arra megy ki a játék, hogy az államhatalom szedje be az adót az emberektől, és aztán ezt pedig úgy fölözi le az úgynevezett bankárhatalom, hogy valójában kölcsönöket helyez ki, és elképesztő kamatos kamattal leadóztatja az országokat. Hát aki ezt nem látja, az nem lát semmit. Hát erre megy ki a játék. Hát most például az a fő probléma, hogy Magyarországnak egyre csökken az úgynevezett adósság állománya. Volt egy nagyon erős eltolódás. Hát az a lényeg, hogy füzes adós. Tehát nem csak a devizahitelnél volt egy óriási nagy disznóság, hogy valójában senki nem látott semmilyen devizát, és jó, hagyjuk is, ne is menjünk bele, mert borzasztó az egész. Én akkor pont egy olyan helyzetben voltam, hogy
eldönthettem, hogy veszek-e fel devizahitelt vagy sem, és több bankot is megkérdeztem, és elmondták, hogy ez most nagyon jó, meg nagyon így, meg nagyon úgy. És hát ugye persze nyilván ebben benne van az, hogy kinek milyen tapasztalatai voltak mondjuk a felmenői által. Hát az én egyik ügyvéd nagy-nagybátyámat, tehát a nagyapám testvérét, hát az teljesen padlóra küldte a forint-pengő átváltási helyzet, tehát a 46-os, 47-es szituáció, amikor tisztességesen összegyűjtött egész élete munkája által, mit tudom én, hány ezer pengőt, és 6 perc alatt átszálló jegyet vehetett rajta a buszra át, szóval. Na, ez egy ilyen nagyon fontos családi hagyomány volt, tehát azóta azt gondolom, hogy a családot áthatja az óvatosság. Úgyhogy amikor ismertették a devizahitel felvételi lehetőségeket, és közölték, hogy ráterhelik a házamra, akkor mondtam, hogy kösz. Ezt nem veszem föl. Sajnos rengeteg konfitársamat bevitték az erdőbe. De ahogy ezt a kisember szintjén történt, ugyanez történik az államok szintjén. Hát nézzék meg, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak mekkora tartozása van. Mekkora tartozása van a Franciaországnak, mekkora tartozása van Németországnak. A mediterrán országok, azok már valójában csődbe vannak. Hát, tehát megint van egy nagyon komoly megszorítás. Tehát ugye ez a húzd meg, erezd meg technika, bocsánat, ez zajlik, és hol politikailag próbálnak minket megfélemlíteni, hol gazdaságilag, tehát megy ez a játék. Most nagyon erősen gazdaságilag fog menni, úgyhogy tessék felkészülni erre. Ezért készítettem el a videót, hogy figyelmeztessek mindenkit, és a holnapi nap pedig megint tovább megyünk, és beszélünk a Gyógyulás Szelenciének a folytatását fogom közreadni. Már fölvettem, mai nap megvágom, és holnap közreadom. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak. Azt tartsa önökben az erőt, hogy 1000 év alatt se tudtak minket elnyomni. Hát elnyomtak, persze, jó, volt itt mindenféle elnyomás, de megszüntetni, ugye az a jelszó, hogy írtassék ki a magyar pozsonyi csatánál, ugye ez volt a eliminálni. Ez volt a jelszó, eliminálni a magyarokat. Na, hát, itt vagyunk. Itt vagyunk, ilyen sorscsapások közepette is, mint tatárjárás, török dúlás, osztrákok, szovjetek, németek, itt vagyunk, és önök hallgatják a videómat. Ez már önmagában zseniális, nem? Köszönöm a figyelmet, Isten áldja önöket, viszontlátásra.